Az elektromos járművek elterjedése már most alapjaiban változtatja meg az automotorsportot. Ugye a felsőbb kategóriákban szakáktól függetlenül is láthatunk tisztán elektromos vagy hibrid meghajtást, és én azt gondolom, hogy a közeljövő már ennek az alternatív hajtásnak a térhódításáról fog szólni. Egyébként sokan azt gondolják, hogy a hanghatás miatt, vagy annak hiánya miatt kevésbé élvezetes versenyzőként vezetni ezeket az autókat, de ez nem igaz. Én is vezettem az Ioniq 6 elektromos versenyváltozatát, és néhány kör elteltével már, mert az versenyzőként nem is hallod azt, hogy most az autónak, vagy nem is figyelsz, hogy az autónak van-e hangja, vagy nincs. Elektromos autóval versenyezni más. Elsősorban a plusz tömeg az az, amit versenyzőként rögtön érez az ember, és amit meg kell tanulni uralni. Ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy az autót mondjuk hosszabb úton lehet lefékezni, hanem arra is, hogy általános jelenség, hogyha ez a megnövekedett tömeg megcsúszik, akkor borzasztóan korán kell minden egyes ilyen apró csúszást lereagálni, hogyha az ember nem akarja, hogy megpördüljön egy kicsúszó pályára. A hanghatást pedig az N Active Sound Plus-szal próbálták visszahozni, ami szerintem viszonylag jól sikerült. Ez a feature egy kicsit fura volt, be kell vallanom, de ez is hozzá lehet szokni. Tehát aki az autóvezetése közben hiányolja a váltásnak az érzetét, meg a hanghatást, az bőven meg fogja találni azt, amit keres ebben az autóban. Hát nyilván a teljesítmény az egy olyan jellemzője ennek az autónak, ami a motorsportban is visszaköszön. Tehát ez a menetdinamika, ez a gyorsulás, ez a végsebesség, és azt kell mondom, hogy a kanyar stabilitás is mind olyan jellemzője ennek az autónak, amit automotorsportban egy versenyautónál is egy versenyző keres. Az N-Drift optimalizáló funkció az egy olyan, hát nem azt mondom, hogy vezetés támogató rendszer, de egy vezetési élmény biztosító rendszer, ami elősegíti azt, hogy ezzel az autóval, hát hogy mondjam, minél hosszabban és minél élvezetesebben lehessen driftelni. Ugye ez a kerékméret, meg ez a fékméret, ez bőven alkalmas arra, hogy ez az autó ez ne csak gyorsan menjen, hanem gyorsan meg is álljon. Ha mindenképpen meg kellene győznöm a benzinvérű autóhasználókat, akik azt mondják, hogy nekik az elektromos autók nem pálya, akkor azt mondanám, hogy bátran próbálják ki ezt az Ioniq 5N modellt, mert a menet teljesítmény, a gyorsulás, a sebességérzet az ebben az autóban nagyon imponáló, és az a menetdinamika, az a nyomatékleadási képesség, amit viszont egy elektromos autó tud, azt meg egy belső égésű motorral szerelt autó nem tud. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván mindennek van előnye meg hátránya. Én biztos vagyok benne, hogy aki ezt az autót ki fogja próbálni, az egyel közelebb fog kerülni ahhoz, hogy megszeresse az elektromos autózást.